Thank mm -hmm. you. and <laughs> keressük meg Mózes 5. könyvének 33. fejezetét, és annak utolsó versével kezdem olvasni Isten ígéit a 29. igeverssel, és tovább folytatom a 34. rész, az Mózes 5. könyvének utolsó részével, és olvasom annak mind a 12 igeversét. Tehát a megnevezett helyen, a törvénynek könyvéből, Mózes könyvének, 5. könyvének, 33. részéből az utolsó igeverset, és az utolsó részt annak mind a 12 igeversét, a 34. rész, 1-12-ig való igeverseit is olvasom, így hangzik az említett helyen Isten ígéje. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te nép, akit az Úr kedvel véd, és segítségednek pajzsa, aki a te dicsőségednek fegyvere. Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod. És felméne Mózes a Moab mezőségéről a Nébó hegyére, a Pizga tetejére, amely átellenben van Jerikóval, és megmutatá néki az Úr az egész földet, Gileátot és Dánt. És az egész Naftálit, Efraim és Manassé földét, az egész Juda földét a túlsó tengerig, és a déli tartományt és Jerikónak a pálmafák városának völgyének környékét, Coárik. És mondanéki az Úr, ez a föld az, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mondván. A te magodnak adom azt, megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át. És meghalott Mózes az úrnak szolgája ma a földén az úr szava szerint, és eltemeték őt a völgyben, a moá földén bétpeorral át átellenben, és senki sem tudja az ő temetésének helyét e mai napig. Mózes pedig száz és húsz esztendős volt, amikor meghalt. Nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje, és siraták Izrael Mózest a moá mezőségén 30 napig és eltelének a Mózes siratásának, azaz gyászolásának napjai. Józsué, a nonfia pedig beteljesedik bölcsességének lelkével, mert Mózes tette vala őre a kezeit, és hallgatának rá Izrael fiai, és úgy cselekedteinek, amint parancsolta vala az úr Mózesnek. És nem támadott többé Izraelben olyan próféta, mint Mózes, akit ismert volna az Úr színről színre, mindazokban a jelekben és csodákban, amelyeket kiküldött vala, és amelyekért küldötte vala őt az Úr, hogy véghez vigye azokat Egyiptom földén a fáraón, és minden ő szolgáján, és az ő egész földén. És mind a ma hatalmas erőben, és mind a ma nagy rettenetességekben, amelyeket véghez vitt Mózes az egész Izrael szemei előtt. Amen. Imádkozzunk. Uram Istenünk, megállunk most az év utolsó napjának óráiban előtted. Köszönjük, Uram, ezt az esztendőt, hogy hordoztál bennünket. Hálát adunk jóságodért. Magasztalunk azért, mert jöhetünk most a te ígét körében, a te jelenlétedben. És szeretnénk úgy számlálni napjainkat, hogy bölszívhez jussunk. Kérünk, Uram, segíts megérteni, cselekedni veled, tiszta szívvel, valósággal lezárni ezt az esztendőt. Dicsőség mindenért, szent nevedre, és kérünk, Urunk, hogy áld meg alkalmunkat, az ige szólását és annak hallgatását is. Amen. Kedves testvéreim, ó év napján is szeretettel köszöntök mindenkit, és hálásan gondolunk erre az esztendőre is, hogy Isten kegyelméből, Isten szereteteiből megtapasztalhattuk az ő jóságát, az ő írgalmát, és eljuthattunk december havának utolsó napjához, 31. éhez. Áldott legyen az Úr, mert mondhatjuk mi is, ahogy mondta az ő énekében Mózes, boldog nép iz vagy Izrael, hisz kicsoda olyan nép, mint te, akit az Úr vezet. És tapasztaltuk az Úr vezetését, az ő segítségét, az ő dicsőségének hatalmát, és tapasztaltuk azt, hogy ő adott kegyelmet, hogy az ős ellenséggel, az ördöggel szemben, lelkünk ellenségével győzhessünk, győzhessünk a testtel szemben, a világi kívánsággal, és megtapasztaljuk a léleknek, Isten drága szent lelkének hatalmát és erejét. Azt is mondja Mózes itt ebben az igeversben, a 29. igeversben, a Mózes 5. könyvének 33. részéből, segítségednek pajzsa ő, az Úr, aki véd. Hála Istennek, hogy ő, ami pajzsunk, a mi segítségünk, és ő a mi védelmünk, úgy, hogy a Zsoltáríró mondja, védő szárnyaid alatt ómi jó nékem, befedez szárnyaival véd az Úr dicsőség ezért az ő nevének. Ugyanakkor már most itt az elején a szolgálatnak a köszöntőjében hadd ne feledkezzünk arról sem el, hogy Isten dicsőségének hatalmát hirdethetjük ebben az évben is. Ő az, aki megtartott, ő az, aki munkálkodik, ő az, aki cselekedett, és ő az, aki engedte megélnünk a mai napot is áldott legyen ezért az ő szent neve. Igaz, valamennyünkre az ének nem tudom, mit hoz a holnap. Hozhat rám és hozhat rád betegséget, szegénységet. Ám de ő holnap is megtart, és kezét fogva járjunk vele együtt az úton. Kedves testvéreim, Mózes öt könyve a leghosszabb könyv a Bibliából, de annak is vége lett. És a 34. részt olvastam, az utolsó fejezetet a Mózes 5. könyvéből, és úgy, ahogy az óesztendő napjához érkeztünk, az esztendő végéhez, úgy Mózes könyveinek és az 5. könyvének is a végéhez, a 34. részhez érkeztünk, és figyeljétek meg, testvéreim, azokat az igazságokat, hogyan fejezte be az életét, a szolgálatát. Mózes, Isten szolgája. És hadd tartsak, és hadd tartsál mérleget, számadást, járuljunk az Úr elé, és jöjjünk ő hozzá, őszinte szívvel, de ugyanakkor jöjjünk hálaadással, magasztalással. Arról olvasunk, kedves testvéreim, hogy Mózes fölment a Nébó hegy tetejére, a Pizga hegy tetejére, amely általában volt Jerikóval, és megmutatta nekik az Úr, megmutatta neki onnan az egész földet, és figyeljétek meg, hogy már azt is mutatta, hogy hol lesz Naftalin, hol lesz Efraim, hol lesz Manassé, hol lesz Dán. Hol lesz Júda? Figyeljétek meg, testvéreim, hogy Isten úgy mutatta be ezt a földet, Mózesnek, hogy itt lesznek a törzsek letelepedve. És Gileától, Dánig, és éjszaktól délig láthatta a pizgahely tetejéről Mózes. Kedves testvéreim, olyan fontos, hogy ha bármi nem láttunk sokat ennek az évnek az elejét de Isten mindent pontosan látott. A földről, lakosairól, annak helyzetéről. És annyira fontos, hogy hadd tudjam és hadd tud rábízni magad az Úrra, és olyan jó, hogy most vele együtt érkeztünk meg ehhez, az ennek az évnek a határához. Úgy, Izrael fiai megérkeztek akkor Mózes vezetésével a Jordánhoz, és a pusztai vándorlásnak az időszaka lezárult, és meglátták a Pálmák városát, meglátták a Jordán folyót, meglátták azt a földet, amelyet Isten ígért. A teljel és mézzel folyó földet, amelyet Isten az ő népének ígért. És figyeljük meg, hogy mit mond nekünk Isten ígéje abban a négy igazságban, hogyan fejezzük be ezt az esztendőt. Nézzük meg, hogyan fejezte be Mózes. Elsősorban, kedves testvéreim, úgy olvassuk, elfogadta azt, hogy lejárt az idő, a neki kiszadott idő, a 120 esztendő. Az a Mózes fogadta el, akinek nem homályosodott meg a szeme, és nem fogyatkozott el az ő ereje. Nem olyan helyzetben volt, hogy most már tovább nem mehetett volna. De elfogadta, hogy lejárt a 120 év. És Isten rendelete szerint neki menni kell. És ennek az évnek az elmúlása jelez nekem és neked, hogy egy esztendő eltelt az életemből. Ha akarom, ha nem. Kevesebb van hátra. És Isten jeles számomra és számodra a naptáron, a kalendáriumon keresztül. Még akkor is kell jelezzen, ha erőben érzed magad, ha a szemed világa nem homályosodott meg, ha komoly terveid vannak, akkor is vegyem és vedd figyelembe, hogy múlik az idő, szállnak az évek, és az életünk repül. Azt mondja az ő Zsoltárában Mózes, a 90. Zsoltárban, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. És tova tűnnek. És a Mózesnek adott 120 év is tova tűnt. Mind a háromszor 40 szakaszával úgy Egyiptom földén, úgy Jetrónál a juhakat őrizve, úgy az Izrael népének az élén, a pusztában, minden szakasz lezárult. És várta őt Isten haza, sőt, hívta haza, vitte haza. Kedves testvéreim, a hívő ember ezzel a reménységgel néz elébe minden óesztendőnek, minden elmúlt napnak, hónapnak, évnek, évtizednek, hogy vár az Úr, és tudjuk, hogy visz haza, és azokban a szakaszokban, amiket megengedett az, megengedett az életünkben, mi neki élünk, vele szolgálunk, őt magasztaljuk, és neki akarunk majd számadást adni. Készülj, Istened elé, jó Izrael! És készüljek, és készülj az Úr elé! Mert meg kell álljunk az Isteni télőszéke előtt mert a kiszabott esztendők letelnek. De ugyanakkor ez azt is jelzi, hogy nem csupán, hogy letelnek, és tovább nem nihil, nem megsemmisülés, nem eltűnés következik, hanem számot kell adnunk Isten előtt. És az ő hatalma és ereje nem fogyatkozik el az esztendők múlásával. Ő időn kívül van. És te nagyon kegyelmet, hogy ezáltal az év által is ma este is, ma délután is. Hadd tudjunk Isten elé állni, számadást tartani. És tudni mondani azt, hogy Uram, itt az életem, amikor akarod, hívsz, megyek, Uram, vagy jövel, Uram, Jézus, ha jössz és elragadod a tieidet. Mózes elkészült. És ezt nagyon jól példázza az ő engedelmessége. Figyeljétek meg, testvéreim, Mózes nagyon szeretett volna bemenni Izrael földére. És már nagyon közel volt arra a földre, amit Izraelnek adott Isten, és még csak ígéret volt, de úgy olvasok, hogy csupán csak megláthatta. De engedelmességével elfogadta, hogy nem ő, hanem József fogja bevezetni a népet. És hol van ennek a bizonyítéka? Itt az ígében, testvéreim, itt felolvastunk, hogy Mózes engedelmeskedett Istennek, hogy kell befejezni, nem csupán elfogadva Isten akaratát, engedelmeskedve Isten akaratának, hadd fejezzük be így az életutat. De így tegyünk meg így minden lépést, hogy engedelmeskedünk az Úrnak naponta. Mert így olvassuk, Józsi a nunfia pedig beteljesedik a bölcsességnek lelkével, mert Mózes, tette vala őre az ő kezeit, és hallgatanak rá Izrael fiai, és úgy cselekedének, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek. Nem volt könnyű elfogadni Mózesnek azt, hogy nem ő, József fogja bevezetni a népet. De engedelmeskedett Isten akaratának is, beállította a munkába, a szolgálatba Józsét. Ó, már addig is ott volt, és a sátorban szolgája volt a fia. Hóseának hívták, és meg is változtatta a nevét Mózes, és ott töltötte vele az éveket, évtizedeket a pusztai vándorlás alatt, és valószínű, hogy látta azt, hogy Mózes a sátor bejáratánál beszélget Istennel. De kedves testvéreim, most erről, ennél sokkal többről van szó. Mózes imádkozik, rátett az ő kezeit, hogy a bölcsesség lelkével töltse be Isten Józsuét. Figyeljétek meg, hogy átadta Isten akarata szerint azt az áldást, amit ő is örökölt, átvett Istentől, és szabad szívvel adta át, nem én, József fogja vezetni a népet, ami az én részem, imádkozok érte és áldott legyen ő. Hadd töltse be Isten az ő lelkével, a bölcsesség lelkével. Kedves testvéreim, lehet, hogy sok mindent már nem tudunk tenni bizonyos dolgokban, mert rajtunk kívül állnak. De imádkozni érte tudunk. Minden helyzetben, ágyból, bezárt lakásból, bárhonnan, betegség, nehézség közepette is, imádkozni, kiáltani az Úrhoz tudunk. És olyan fontos, hogy imádságos lélekkel, engedelmességgel fejezzük be. És azt olvassuk, hogy az imája által Józsué megnyugodott Isten lelke, betöltekezett Isten lelkével, mikor rátette Mózes az ő kezeit. És azt olvassuk, hogy elfogadták. Elfogadták. Izrael fiai elfogadták Józsuét, mint vezetőt. És mióta vágyott már erre Mózes, hogy ne legyenek zúgolódások, ne legyenek versengések, ne legyen harag, ne legyen pálványimádás, ne legyenek támadások. Annyi támadás átélt a pusztai vándorlás alatt Mózes. Mirjám is, Áron is, Kórá, Dátán, Abirán, az egész nép. Hányszor lázadt Mózes ellen? Ó, mióta kívánt azt már, Mózes, hogy legyen egy hallgató, legyen egy engedelmes nép, az Izrael népe. És figyeljétek meg testvéreim, hogy hallgattak Józsuéra, Izrael fiai, és úgy cselekedének, amit parancsolta vala az Úr Mózesnek. Igaz, hogy egy generáció már ott porlatt a pusztában. Azok, akik húsz év felett voltak, mikor kivonultak egyiptom földéről, azok mind ott maradtak a pusztában, József és kálep kivételével. És új generáció nőtt fel. És milyen csodálatos, hogy nem a versengők, nem az irigykedők, nem a lázadók, nem az okoskodók, és nem! Az egymás között harcolóknak a gyülekezete volt most már Izrael népe. Kedves testvéreim, gyülekezeti tagok, hozzátartozók, vezetők! Milyen jó lenne, ha a gyülekezetben nem lennénk a versengők, az irigykedők, az egymás ellen harcolóknak a népe, hanem azoknak a nép, akik hallgatnak az Úrra, amit parancsolja ő. Ó, ha óévesztendőjének napján megérteném ezt! És valóságá válna bennem és bennünk, hogy az új év, ha Isten kegyelméből elkövetkezik, hadd legyen ilyen. Hallgatásban, szeretetben, egységben. Hadd ne arról szóljanak, hogy gyülekezeti ügyek, megkeményedések, ellentétek, valamiféleképpen harag, bosszúállás, Pletyka, és sorolhatnám tovább, hanem egységben, szeretetben, békességben, Isten kegyelme által, hadd tudjunk együtt menni tovább. Fér feleség, és gyermekek együtt, és testvér és testvér, egymást karöltve, egymást segítve, egymást támogatva. Eljutott Izrael népe. Milyen kár azokért, akik ott haltak meg a pusztában keménységük miatt haltak meg. Mert kemény nyakú és kemény szívű nép volt, akik nem tudtak megengedni. De Isten munkája nem állt meg, és tovább ment. Igaz, hogy korlátoltak vagyunk, de az is igaz, hogy engedelmességben, imádságban lehet az Úrral kedvesen az Úrnak tetsző módon lezárni dolgokat. Hadd tegyük ezzel az esztendővel is így. harmacsorban figyeljétek meg, kedves testvéreim, így olvassuk, hogy Isten elrendezte ott a Moab mezején, elrendezte Mózesnek a temetését. Megsiratták Izrael fiai, de Isten volt a rendező, Isten volt az, aki munkálkodott, és nem hagyta meg, hogy Izrael fiai temessék el, és egy hatalmas síremléket, vagy netán mauzeumot emeljenek Mózes holtteste fölé, és valamiféleképpen oda visszajárjanak majd a következő évtizedekben, évszázadokban, vagy netán még bálványáldozati helyé is váljon, Isten ez erről gondoskodott. És, kedves testvéreim, arról olvasunk, a Júdás apostol levelében, hogy ott is próbálkozott az ördög. Nem volt ez ilyen egyszerű dolog, ahogy mi gondoljuk, hogy csak Isten eltemette Mózest, mert arról olvasunk a Júdás közönséges levelének a 9. versében, Mihály arkangyal, mikor az ördögöl, ördöggel vitatkozva Mózes teste felett vetelkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Judás apostol elmondja nekünk, hogy az ördög vetekedett, vitatkozott, versengett Mihály arkangyallal a Mózes teste fölött. Mert akkor is megvolt a maga ördögi terve, és ma is az esztendő utolsó napján is vitatni akar, veszekedni akar, elcsábítani akar, és valamiféleképpen félrevezetni akar Istentől. De azt mondta rá, Mihály Arkangyal, dorgáljon meg téged az Úr. A mi Úrunk Jézus Krisztus pedig arra tanított, úgy állt ellen a sátánnak, Távoz tőlem, sátán, mert megvan írva. És kedves testvérem, úgy tudjuk befejezni ezt az esztendőt Isten kedve, Isten akarata szerint, ha nemet mondunk a sátánnak, és kimondom és kimondod, dorgáljon meg téged az Úr sátán, és távoz tőlem, mert megvan írva. És olyan fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten véghez viszi az ő munkáját, az ördög minden mesterkedése, az élet sötétségének, világbíróinak minden ereje ellenére, és még akkor is, ha világosság angyalaként jön. Isten, ami urunk, megtart, megőriz, és megmutatja az ő hatalmat. De legyek kész, és légy kész szembeállni. És nemet mondani az ördönnes az ő angyalainak, és az óember minden kívánságának. Ugyanakkor, arról is olvasunk itt, hogy Mózest Siraták Izrael fiai. Harminc napig. És eltelt a Mózes gyászolásának ideje. És vannak személyek, akik ebben az elmúlt esztendőben temették szeretteiket. Egyet, kettőt, többet is. És sírjatok a sírókkal. És örüljetek az örülőkkel, mondja nekünk Isten égéje. És olyan jó, hogyha tudunk nemes szívvel, szerető lélekkel támogatói lenni azoknak, akik ilyen veszteségeket értek át ebben az évben. Ne feledkezzünk el róluk. Hiszem, hogy Isten ilyenkor is testvéreket helyez mellénk. Bátorításul, végasztalásul, erősítésül, szükségek fedezéséül, és hadd legyek és hadd légy. Ilyen szükségeknek a fedezője bátorító és végasztaló. Igen, a reménység jele az, mikor együtt tudunk imádkozni a gyászolókkal. Együtt tudunk Istenhez kiáltani, és együtt tudjuk megosztani a terhet, és járulunk a kegyelem király székéhez. Negyed sorban pedig, hogyan fejezzük be az életutat, hogyan tartsunk számadást, így olvassuk, hogy ismerte Mózes az urat. Nem volt Izraelben más olyan profit, aki annyira ismerte volna színről színre. És így mondja nekünk az ige, Ma nem támadott többé Izraelben olyan profita, mint Mózes, akit ismert volna a, az Úr színről színre. És olyan szoros kapcsolata volt Mózesnek az Úrral. És ott volt Mózes az Úr előtt. Szeretnék megemlíteni néhány alkalmat ezekből. Az égő csikkebokornál azt olvassuk, megszólította Isten Mózest, és küldte őt Egyiptomba. Nem volt könnyű a döntése, és nem volt benne az a készség, amit ő szeretett volna. De Mózes második könyvének harmadik részében bemutatkozott a vagyok, aki vagyok. És megismerte Istent Mózes. És magáévá tette az elhívást. És valóság lett Mózes életében, hogy többé nem magának él, Isten számára él az ő számára eszköz. Fejezzem és fejezd be úgy ezt az évet, hogy Isten számára akarok élni, ha még adsz napokat, Uram. És adjunk hálát azokért a napokért, percekért, amiket Isten el tudtuk tölteni az elmúlt évben is. Aztán csudatevő erővel lett fölruházva Mózes a negyedik részben, a Mózes második könyvének negyedik részében, és úgy tért vissza Egyiptomban, hogy Isten volt Mózessel, és megerősítette őt. Aztán a tíz csapás alatt arról olvasunk, hogy egyik a másik után következett, és olvashatjuk ezeket a Mózes második könyvének hetedik részéből, 12.-13. részig, és egyiket a másik után cselekedte Isten Mózes által, és ismét és ismét szót adott a szájába, és mellé adta Áront az ő testvérét, aki beszélje helyette. És megmutatta Isten az ő hatalmát és erejét. De ugyanakkor oda ment Isten elé Mózes, amikor azt olvassuk a Mózes második könyvének 32. fejezetében, hogy közben jár a népért, és így imádkozik törölj ki engem a te könyvedből. De kérlek, bár ez a bűn, ez a nép nagy bűn követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. De törölj ki engem, ne töröld el, Uram, ezt a népet. Imádkozó szível, közben járó élettel ment Isten színe elé Mózes. És Isten engedett neki lemondott az Úr arról a tervéről, hogy eltörli Izraelt és Mózes nagy népét teszi. Pedig Mózes felfoghatta volna úgy, nullát írunk a történelemben, Izrael népének történel, történelmében, és ezután nem Ábrám, Izsák és Jákob istenéről beszélnek, hanem Mózesről, és az ő istenéről is, az tőle származó néptől. De azt mondta Mózes, nem uram, ne töröld el őket, inkább engem törölj el. Aztán színről színre megismerte Mózes az urat, mikor átvette a törvénytáblákat, és olvasta az ígét. És hála legyen az Úrnak az áhítatért, a vezérfonalért, a Bibliáért. Hála legyen az Isten szaváért, hogy olvashatjuk nap, mint nap. Az évnek minden napján olvashattuk, de a szívembe és a szívedbe van írva. És ott marad a Biblia lapján, miután becsukom, és elmegyek a napi feladatok végzésére, vagy vittem magammal, és gyümölcsözött bennem és benned az Ige? Mózes elvitte Izrael fiainak, és tanította, még énekbe is foglalta, és példás életet élt előttük. Milyen jó így átmenni egyik esztendőből a másikba. De így élni az napokat, a heteket a hónapokat, Isten igéjét olvasva, cselekedve, betöltekezve vele, és nem utolsó sorban erőt merítve, vezetést, irányítást merítve. De ugyanakkor arról is olvasunk, hogy Mózes tudott hálát adni, és mikor utolsó áldásaiban, a 33. részben, Mózes 5. könyvében megáldja Izrael törzseit, akkor azt olvassuk, hogy ő kész volt hálát adni az Úrnak. Azért a munkáért, amit Isten cselekedett rajta és keresztül. Mert hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai, Előzi előled ellenségedet, és azt mondja, pusztíst, és bátorságosan lakozik. Izrael egymaga lesz Jákob forrása a gabona és a borföldén, és az ő egei harmatot csepegnek. Hajlék az örökkévaló Isted! Olyan fontos, hogy hálaadással kijelentsem, köszönöm Uram, az elmúlt napokat, heteket, hónapokat. Köszönöm, hogy hajlék voltál számomra. Köszönöm, hogy te az örökké való Isten engedted, hogy közeledbe jöjjek, és fölöttem tartottad kezedet. Köszönöm, Uram, hogy örökké való karjaidat kinyújtottad, és markaidba metszettél, és tenyereden hordoztál. Köszönöm, Uram, hogy itt alatt, ezen a földön Tapasztalhattam a te jelenlétedet. Olyan csodálatos, ahogy Mózes hálát tud adni a védelemért, a kegyelemért, a közösségért, az áldásokért, az Isten helyreigazító munkájáért, és magasztalja Isten alant lévő karjait. Mert hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. És ő az, aki elűzi előlünk ellenségeinket, és ő az, aki erőt ad a mindennapi harchoz. Most, amikor év határához értünk, Isten kegyelméből, hálaadással menjünk tovább. De úgy, hálaadással, hogy hadd mondjuk, amit Mózes mondott. Ura! ha te orcád nem jön velünk, ne védj ki minket erről a helyről. Veled akarunk menni, Uram, tovább. Veled. És hiszem, hogy az, aki segítségül hívja az Úr nevét, és úgy ragaszkodik az Úrhoz, ahogy Mózes is tette azt, és ott mered Mózes oldalán, annak Isten megadja az ő kegyelméből, Jézus Krisztuson keresztül, a Szentlélek Lélek közösségén keresztül ezt a vígasztalást, ezt az erőt, ezt a hatalmat naponta, hogy maradhassunk ő benne, ő vele. És úgy, ahogy olvasok az új szövetségben, hogy eltemetve, eltemetetve Jú Jézus Krisztusban a keresztségben, és feltámadva ott vagyunk Isten kegyelmében az ő dicsőségére élünk. Áldott legyen, ami Urunk Jézus Krisztusnak Atya. Dicsőítjük a mi mennyei Istenünket. Vígy, Uram, tovább, maradj velünk, mert immár alkonyul, és a nap is lenyugszik. De neked, Uram, te, aki az örök világosságban lakozol, nálad a nap nem megy le. És kezünket oda tesszük a te kezedbe, Uram. És kérve bocsánatot, letéve minden megkeseredést, megköszönve áldásaidat, az ígét a szívünkbe zárva, hálát adunk most ezért az esztendőért is. Köszönjük jóságodat. Köszönjük vezetésedet. Köszönjük a mindennapi erőt. És mondjuk, Uram, a te szolgáddal együtt, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen.